Utasi Jenő atyának, a Tótfalus és az Oromi Katolikus Egyházközség plébánosának november 4-én a Magyar Parlamentben az országgyűlés alelnöke Lezsák Sándor adta át a mindszenti emlékérmet. Mindszenti József egykori esztergomi érsekről, hercegprímásról, bíborosról elnevezett kitüntetést a Mindszenti Társaság ítéli oda azoknak, akik a névadó példáját követve munkásságukkal mások és az ország javát szolgálják. Kettős érzéssel élem meg. Egyrészt ugye jó eső érzés természetesen, hogy elismerik munkánkat és ilyen rangos kitüntetést, elismerést adnak. Másrészt meg óriási teher is ez számomra. A teher kettős. Egyrészt akiktől kapom és akit ábrázol, az mondjuk emlékérem történetesen most, mint szent emlékérem. Ez a kettősség bennem megvan, és hát az öröm mellett egy nagy kihívás is számomra, hogy jövőben hogyan felelek meg ennek a kitüntetésnek. Tótfalu közösség építésében megkerülhetetlen szerepe van a falu lelki pásztorának, Utasi Jenő atyának, aki időben felismerve a kis lélekszámú településeket fenyegető kihalás veszélyét fordított a falu sorsán. Nem egyszerű felismerés volt mindig. Az volt egy vezér elvem, hogy az idő kihívásainak hogyan válaszoljuk miként. Kevésbé sikeresen voltak kudarcok is, de mindig az motivált, az vezetett, hogy azok a problémák, amik vannak, ugye azt szoktam mondani, az ember teheti azt, hogy a problémákat előtt felemelek kezét, elfut tőle, vagy pedig hát nézzünk szembe a problémákkal, és oldjuk meg. A megoldás sokszor nem tökéletes, de az igyekezett maga azért, és közben ugye módosít az elképzeléseket, mert a körülmények olyanok, hogy kell módosítani, de a vezérelv az volt, hogy válaszoljon ezekre a kihívásokra. Ez egy ilyen elvi szinten megvolt bennem. A konkrét esetekben pedig mindig a közösség építés, az egyik, a másik pedig hogyan kivinni a templomból azokat az értékeket, amik fontosak számunkra. Éppen a közösségépítés, felebaráti szeretet. Aztán ugye ne legyünk reményvesztettek, legnehezebb helyzetekben sem, tehát tudjunk megújulni. Az összefogás eredményei szemmel láthatóak. Ez nem egy ember műve, hangsúlyozta Jenő atya. Nagyon fontos a falu vezetőség, az együttműködés, a nagyon lényeges. Tehát nem széthúzó közösség, egybe tartozó közösség. Sokan azt mondják, mert kicsi a közösség, valóban úgy van, de viszont hát kis közösség is lehet marakodni, ugye? Tehát az adott helyzetekben, de mindig a nézet egyeztetések megtörténnek, és mindenki a saját területén, de egy közös cél érdekében dolgozik, szolgálja a közösséget.